Ez a kívánságszolgálat, a heti TV kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló fél órában, szerintem érdemes lesz. Mára is hoztam egy napi gondolatot, mely Szabó István püspök tollából származik, és az alábbiak szerint hangzik. Az információ még nem tudás, a tudás pedig még nem bölcsesség, és a bölcsesség még nem cselekvés. Ezekkel a sorokkal alig, ha lehet vitatkozni. A mai műsorban is lesz beszélgetés. Ide várom Farkas Józsefet, a Hálózat a Kultúráért Művészetért Egyesület vezetőjét, akivel többek között a 17. Nemzetközi Nótás Találkozóról beszélgetünk, mely október 14-én Újpesten kerül megrendezésre. Már csak ezért is érdemes lesz ma minket választani. Álljon itt az első üzenet. Pálmai Zita SMS-ben a saját kedvére kérte a következő felvételt, egyúttal szeretettel küldi mindenkinek, aki szereti. Címe: Figyelj a dalra, Farkas Mónika énekel. Már meg is érkezett ide a stúdióba Farkas József, a Hálózat a Kultúráért Művészetért Egyesület elnöke. Szervusz, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és ha te itt vagy, akkor egészen biztosan egy újabb nagyszabású eseményről számolhatunk be, és ezúttal október 14-ére kell majd figyelni. Köszönöm szépen, hát szervusz, én is üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Hát nagy örömmel jövök mindig ide hozzád, és én úgy gondolom, hogy valóban nagy esemény lesz nálunk október 14-én, egy nemzetközi nótás. Ez már a 17. alkalom, ha jól tudom, azért igen, ez is önmagáért beszél. Igen, a 17. nemzetközi nótás találkozó. Hogyan képzeljük el ezt a találkozót? Hogyan épül fel? Kik vehetnek részt rajta? Milyen lépések előzik meg, hogy egyáltalán megvalósuljon ez a nagyszabású program? Regisztráció van, amely a hakme2006@gmail.com. De egyébként, aki nem tudta leírni, a legnagyobb közösségi portálon minden információ ott van, úgyhogy nem kell aggódni. Vagy pedig a lányomat. Vagy nekem az én telefonszámom mindenütt fönn van, engem mindenütt el tudnak érni, én ilyen nappal be vagyok kapcsolva. Szóval a lényeg, hogy van egy előzetes regisztráció. Van egy regisztrációs díj, ahol el kell küldeni a szenek, hogy mit szeretne énekelni. Én 6 percbe gondoltam, tehát 3 szám. Az lehet mondjuk 5,5, de 6-nál több ne legyen, én ezt kértem mindenkitől,
mert elég sokan jelentkeztek már, hál' Istennek, úgyhogy jönnek, jelentkeznek ide hozzánk. Nagyon fontos, hogy zenei alapról nem lehet énekelni. Nem, nem. Élő zenekar dolgozik. Így van. Hál' Istennek visszajött hozzám Berki László, ő több mint 10 évig együtt voltunk az Egyesületben, ő szinte majdnem alapító tagom volt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy végre Berki Laci visszatért, visszajönnek a zenekarok. Érdekes módon hívogatnak az énekesek is, hogy nagyon szívesen visszajönnének. Én nagy örömmel veszem, mai napig nyitva van az ajtó, tehát várjuk a nótakörbe is, énekelni szeret. Nem szeretnék elmenni egy nagyon fontos részlet mellett, ami elhangzott, hogy élő zenekar mellett lehet, igen, énekelni. Ez ma mennyire természetes Magyarországon, hát hogy, sajnos hogy nem. Ez a lehetőség sajnos adott? Nem. Nagyon sok helyen én ez ellen tiltakozom mindig. Én országos nótásoknál is ezért úgy gondoltam, hogy én nekem itt már nincs keresni való, én tiltakoztam az ellen, hogy ne szintetizáltatok. Ugye itt azért műfajok között tegyünk különbséget, igen, hogy itt mi igen, most a magyar igen, nótáról beszélünk, magyar és nóta, nem egyéb olyan műfajokról, ahol igen, szinte megteremthetetlen igen, lenne akár egy nagy zenekar. Így van. A magyar nótát én úgy gondolom, hogy csak cigányzenekarral szabad. Magyar nóta műsorokat nem szabad egy szintetizátorral vagy egy zongorával lekísérni. Egy operett műsort lehet, vagy egy tánczenei műsort. Ez pontosan olyan, hogy egy táncdal fesztiválra cigányzenekart hívnának meg. Ugye az nem, Egyesület 2006-ban nem, alakult, igen, ami már önmagában nagyon sokat elárul, hogy ilyen távlatokban lehet gondolkodni. A tagok száma, összetétele hogyan alakul? Kezdenek jönni a fiatalok is. Egyébként várjuk az Egyesületben fiatalokat, nem csak zenészeket, énekeseket, vannak táncosaink, úgyhogy mi mindenkit szeretettel várunk, aki úgy gondolja, hogy egy jó csapatba szeretne tartozni, vagy egy jó társaságban szeretne magát jól érezni, azt nagyon szívesen látjuk vendégül. Ugye a törzshelyetek már Újpesten található Újpesten, egy jó ideje, így van, nem árt ezt sem hangsúlyozni. Újpesten Árpád út 66, Polgárcentrum, itt kaptunk helyet, itt vannak a próbák. El kell még mondanom, hogy én úgy gondolom, hogy az országban talán egyedülálló, hogy cigányzenekarral tudnak próbálni az énekesek. Mert tehát nem egy zongorával, hanem zenekarral, és ott meg tudjuk nézni nekik a hangnemeket. Általában a nótásokat én tanítom, tehát én állítom be nekik a hangnemet, a stílust. A hangképzést azt nem tudom vállalni, azt mindig küldöm az Ötvös Csilla művésznőhöz, mert hangképzést, ebben ő a professzor, úgyhogy én ebben nem tudok beleszólni, nem is akarok beleszólni. A nótákat viszont én állítom be, a stílusokat, átvesszük a zenekarra, az énekesekkel, és nagy örömmel jönnek, el kell mondanom. Tervezzük egyébként Ötvös Csillát is meghívni, hiszen ugye tudjuk, a Halhatatlanok Társulatának tagja lett, akinek ezúttal is szeretettel gratulálunk innen a műsorból. Egy picit tekintsünk még előre a hakma életére. Milyen nagyobb rendezvények várhatóak, meg milyen akár megmérettetések, hiszen ott van az Arany Cinege díj is, ami szintén hozzátok köthető. Jövőre újra szeretnénk az Arany Cinege nemzetközi versenyt, és aminek nagyon örülök és boldog vagyok, hogy egyre több tehetség jön elő. A tehetség az korosztályban mit jelent? Fiatalok. Na, ez egy nagyon fontos gondolat. Fiatal korosztály jön, szeretik a magyar nótát, élvezik és tanulnak. Én mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy aki szereti, az menjen tanuljon, hogy ez a magyar nóta ne vesszen el. Ez egy hungarikum, aminek meg kell lenni, és ezt együtt kell közösen a cigányzenekar és a magyar nóta, mert ez így volt évszázadokon át, és ennek így is kell lenni. Én bízom benne, hogy ez így is fog lenni. Ennél jobb záró gondolat szerintem nem is lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sok sikert kívánok, és folytassuk majd ezt a beszélgetést, nagyon hiszen szépen, úgy gondolom, köszönöm, nagyon hamarosan egy újabb olyan szabású rendezvényel állsz elő, vagy álltok köszönöm elő, amiről mindenképpen hírt kell adnunk. A Hakma zenekarával pedig folytatjuk tovább. Thank you.
Hakmezenekarát hallottuk Lendvai Csúcsi Jenő vezetésével, az elhangzott felvétel címe pedig a Terefere Polka. youtube.com/kívánságszolgálat, ezt a címet már nagyon jól ismerhetik. Itt tértől és időtől függetlenül visszanézhetik korábbi adásainkat, ha pedig feliratkoznak erre a csatornára, első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Álljon itt egy újabb üzenet, Madarász Ilona Siófokon szeretné szebbé tenni a mai napját a következő dallal, ennek semmi akadálya, szeretettel küldjük. Fagyban közepében a télnek énekel Kalocsai Zsuzsa, közreműködik Lakatos Miklós zenekara. Fagyban közepében a télnek csókért könyörögtem tenéken, most már virágos a hív, mentej színed az a hív. Kisör minden kisörhet, eső után köpörhet, most már virágos a hív, mentej színed az a hív. Kisör minden kisörhet, eső után köpörhet, megmondom én majd a szemedbe, miért nem fogadtál a szívedbe. Most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én. Késő minden kisörhet, eső után köpönyek. Most már ne kacsincs felém, most már más szeretek én. Késő minden kisörhet, eső után köpönyek. Ódor Balázsné Dunakesziről kérte a következő dalt, küldi minden rokonának, ismerősének és mindenkinek, aki szereti. Címe Nézd rám, Istenem, Nyári Alíz és Nyári Károly énekel. Mert van, ki mindent lát, a távolból figyel, megvéd, ha bárki bánt, s a félsz, ő átölel. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényedben. Minden nap új remény, míg benned élek én, mint tűnő tiszta fény, úgy követnélek én, s a álmunk véget ér, egy csillag elkísér, s az éjből új nap kér. Hozzászól a dal, hozzászól a dal, senki más nem hall, mint senki más nem hall.
Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. S ha egy nap végül elsötétül minden, te vagy kiválsz, és elrepítesz innen. Egy út, egy élet megtalálni téged. Melletted nem félek, már semmi sem hozzászól a dal, hozzászól a dal, senki más nem hall, senki más nem hall. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem fényeddel. Fogd most két kezem, nézd rám, Istenem, töltsd meg szívem Elis. Podor Robertné Facebookon keresztül fordult hozzánk, lehetőség szerint a mai napra szeretnék kérni a következő dalt, ennek semmi akadálya, szeretettel küldjük. Bella Italia, énekel Por Péter. Ha tegnap történt volna, úgy tűnik nekem, egy tengerparti séta közben jött a végzetem. Mint egy angyal derült égből, úgy toppant elém, megláttam, s rögtön megszerettem én. Kéz a kézben jártunk, s mindig csókra állt a szám, de két szerelmes együtt néha rettentő halál. Spagetti, makaróni, tortellini, cannelloni, a csókok íze váltott rám. Signorina, nincs a földön ennél kedvesebb vidék, Bella Italia. Signorina, lett a tenger, fenn az ég, hogy tiszta kék, Bella Italia. Signorina, hadd kiálts a boldogságot szerte szél, úgy imád. Bella Italia, mamma mia, signorina, mindez oly bellissima, Bella Italia. De vége lett a nyárnak, már csak szép emlék nekem, a kedvenc régi dallam, énekelgetem, mert azt a drága barna nőt, s az együtt töltött szép időt
míg élek, nem felejtem el. Két házszor újra álmodom, a képük bennem ég. A kedves déli tájak, ahol együtt voltunk rég. Ravenna, Pescara, Velence, Róma, Nápoli, bár csak egyszer látnám még. Szia, mint a földön, ennél kedvesebb vidék, de majd Hália. Szinyorina, nem a tenger, nem a nég, hogy tiszta kék, de majd Hália. Szinyorina, hadd kiáltsam boldogságot szerte szél, úgy imádnak én. Anna mia, szinyorina, hozzád visszatérek még, de majd Jó Klára Győrben köszönti egykori gimnáziumi osztálytársait, üzeni nagyon jól érezte magát az érettségi találkozójukon, külön köszöni Horváth Gizellának a kiváló szervezést. A választott felvétel címe Párizsi emlék, énekel Rákati. A fülembe csendül a dallam, a szívem megdobban még halkan. Szerelmünk örökké őrzi a válszmüzem szép dallamát. Emlékszem, tűzforró nyár volt, a Grand Boulevardon éppen bál volt. Boldogan táncoltunk és fogtuk egymás kezét. Emlékszem, tűzforró nyár volt, a Grand Boulevardon éppen bál volt. Boldogan táncoltunk és fogtuk egymás kezét. Ce soir nous écoutons des chansons dans un café de Paris. C'est si bon. À minuit une promenade sur les quais de la Seine. C'est si bon. C'est si bon. Olyan szép ez a kis dallam, a szívemben csendül fel halkan. Szerelmünk magasban szárnyal, a balszmüzet szép dallamán. Párizsnak utcáin jártunk, nem fáradt el soha lábunk. Szemedben láttam a boldogság édes tüzét. Párizsnak utcáin jártunk, nem fáradt el soha lábunk, szemedben láttam a boldogság édes tűzét. Enchanté de Paris, la tour Eiffel et Notre-Dame, les ponts de la Seine, les Champs-Élysées, les Champs-Élysées. Thank you.
ezzel az édes emlékkel, ami nem múlhat még el. Búcsúzom most tőled, Párizs, je dis au revoir. Így történt és most is éget, a szerelmünk örökké élhet, mert boldogság veled az élet, én kedvesem. Így történt és most is éget, a szerelmünk örökké élhet, mert boldogság veled az élet, én kedvesem. Demain nous allons quitter la ville, mais nous penserons toujours à la grande ville, mon Paris, mon Paris. Elérkeztünk mai műsorunk végéhez, legközelebb is változatlan szeretettel várjuk Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!